A Füleki Várban és a Vármúzeumban izgalmas programokkal várták az érdeklődőket a múzeumok és galériák éjszakáján. Kiállítás megnyitóval, előadással, hárfajátékkal, afrikai ritmusokkal, pókvadászattal és összesen három tárlattal kedveskedtek az érdeklődőknek. A Füleki Vármúzeum már majdnem másfél évtizede minden évben bekapcsolódik a nagy sikerű programsorozatba. Hárfajátékkal nyitották meg az első kiállítást a Honismereti Múzeumban. A múzeum munkatársai igazán különleges témával készültek. Idén három helyszínen az ókori Egyiptom a fáraók birodalmának híres történelmével és műemlékeivel ismerkedhettek a látogatók. Itt a Városi Honismereti Múzeumban nyitottuk meg a Szlovákiai Régészek Egyiptomban című kiállítást. Ez augusztus 9-ig lesz megtekinthető. Ez egy nagyon érdekes tárlat, hiszen azon kívül, hogy a szlovákiai régészek munkáját mutatja be Egyiptomban, láthatóak még itt olyan eredeti egyiptomi tárgyak is, melyek a szlovákiai múzeumok gyűjteményeiből származnak. A szlovákiai régészek az Egyiptom északkeleti részén fekvő Tel el-Retábit területét már 2007-től kutatják. A kutatócsoport minden évben nagyjából egy hónapot tölt az adott terület feltérképezésével. Alapvetően ennek a helyszínnek a történetét igyekszünk feltárni, vagyis a legfelső rétegtől a legalsó rétegig. A régészeti feltárás helyszíne az infrastruktúra kiépítése miatt veszélyeztetve van, ezért fontos, hogy a hosszú ideje rejtőzködött leleteket felkutassuk, mondja az egyiptológus. A vár bebektornyának 5. szintjén egy szlovákiai utazó Hertlich Jan magángyűjteményét állították ki. A tárlaton a legismertebb és leghíresebb tárgyak másolatait nézhették meg a látogatók. A fiatalember évek óta beutaztam az egész világot, de főleg Egyiptom és Görögország az, ami jobban megérintette őt. És pár évvel ezelőtt már volt itt egy kiállítása nálunk, a Görögország az időkezdetén című tárlat, most pedig ugye az Egyiptomot tematikailag, ami passzolt a többi kettőhöz, sikerült tőle kölcsönözni. Eközben a legkisebbeket pókvadászatra hívták a szervezők a légvédelmi óvóhelyen, hogy a fiatalabb korosztály se unatkozzon. Nagyon szeretem az egyiptomiakat, és nagyon tetszett nekem a pókvadászat. Szerintem a pókvadászat tetszett a legjobban, mert nagyon sok pókot találtam, és az egyiptomiakról majdnem mindent tudok. Este már afrikai ritmusoktól volt hangos a vár. A felső várban a Yamadan formáció koncertezett. Édesanyomékkal érkeztem. Voltam a fenti kiállításon, de legjobban a zene az, ami megfogott. Lehet, hogy jövőre is részt veszik ezen az eseményen. Most vagyok itt először. Eddig minden évben sokan felkeresték a Füleki várat, hiszen a jó időnek köszönhetően ilyenkor már a szabadban is lehet koncertet tartani, illetve a szervezők igyekeznek a kultúrát, a történelmet és régészetet a szórakozással összekötni.